mert szüleim kenyeret sütöttek, és nagymamám azt mondta, hogy a unoka hétvégén neki segít sütni, az fogja kapni a madarkat. Nem tudtuk előre, hogy mi a madarka, és akkor egy hétvégén felkeltem korán segíteni neki, és többször madarka is megízlett, és maga a pékszakma is megtetszett. Kicsi gyerek voltam, egy olyan 5-6 éves, édesanyám a kenyér üzletbe dolgozott. És akkor ugye a sofőrök vittek be a kenyérgyárba, és láttam ott, hogy sütik a kenyeret a franzéra, és valahogy megtetszett, és ki akartam próbálni, hogy hagyom, mert hogy leszek, meg tudom ezt aztán valósítani. Kreatívnak kell lenned nap, mint nap. Tudnod kell csapatban dolgozni. Maximalista kell legyél. Ha ezek megvannak benned, akkor és amit csinálsz, azt szeretve csináljad. Ma végszakmában, ha szeretve csinálod, amit csinálsz, az első folyamattól az utolsó folyamatig, az biztos, hogy a vásárlóknak az igényeit ki fogja szolgálni. Szeretem azt, amit csinálok, szeretem a tésztával dolgozni. Szeretem a vég termékeket, ami a kezemből kimennek, látom, hogy szépek. Minden nap szinte újatokat kihozni a termékekből, sőt, még önmagunkból is tudunk embereket tanítani, úgy, ahogy mi is tanulunk, hogy a cég fejlődünk is. 4 kokánünk, 5 korbát vagyunk munkába, előkészítsük a nyersanyagokat, 6 órakor kezdődik a munkafolyamat. Az ember, amit csinál, nem kényszerből csinálja, hanem szereti, amit csinál, akkor bármilyen korán kell kelni, bármilyen későn fekszünk, nem érzünk fáradtságot, sőt, minden eltöltött perc a pékségben szerintem. Az az embernek, amelyik szereti, amit csinál, az öröm. Lassan, 10. éve vagyok itt. Azelőtt a kenyérgyárnál dolgoztam, lejöttem és beszélgettem, hogy ide szeretnék jönni dolgozni. És attól a pénztől így hetente, ha mondtam, így lassacska, hogy kezdett érdekessé válni. Azt a tanácsot kaptam, hogy még nem próbálom meg a Bertis pékséget. És úgy kerestem fel ezt a céget, aminek örülnek, abszolút nem bántam meg, idáig csak pozitívot kaptam. Egy vezetőnek ugye föl kell vállalnia, hogy vezető. Az néha jó dologgal is jár, néha rossz dologgal is jár. Most, hogy jött Attila, köszönhetően na, leosztottam feléje is, hogy ő is tanulja meg, mert nekem az is segítség. Nincs akkora terhelés, most már rajtam, mert leosztott két fele, és így most sokkal könnyebb. Közösen elég megfelelőképpen csinálni. Kisebb, nagyobb tévedésekkel, emberek vagyunk mi is, tévedünk mi is. De szeressük, amit csinálunk, fölvallottuk. Szerintem a Bella, azt látsz, hogy pénnyel kukartok? Igen. Amit én csak, nem kell, hogy túl legyen. Mocsom én. Én akkor megmondom? De hát ott, hogy én legyen. Szuper. Ott látni rám, hogy? Mocsom én. Ez egy 12 órás kovasz. A kenyeret ledagasztjuk. Hagyjuk egy olyan 10-15 perc. Megtakarjuk. Utána kimérjük. Felvirgoljuk. Hagyományosan. Utána beteszünk a keleszkébe. Nem használunk egyáltalán adalékanyagot, iszfokozót, térfogatnövelőt. Abszolút semmilyen adalékanyagot nem használunk, csak kimondottan liszt, só, krumpli, kovasz és pityókapehely. Azért próbáljuk megcélozni, hogy minél hagyományosabb kenyeret állítsunk elő. Pityókás 2 kilós kenyeret azt 50-55 percet szoktuk sütni. Most jött ki a kemencéből. Ez aztán egy olyan 10 perc múlva elvívődik és lereszelődik a felülete, amivel
Házi kenyér. Gorna. Kapjuk egy ilyen szép pirosnék, én jött neki, effektív minden kicsi apró részletre tudok figyelni. Egészen a munka kezdetétől addig, amíg a pityokra sarkenyél a damokat.